Németország az egész Európai Unió meghatározó tagállama, mind politikai, mind pedig gazdasági értelemben, mondta Anna Brnabic szerb miniszterelnök, miután Berlinbe érkezett. Ezért nem mindegy, hogy milyen kapcsolatokat ápol Szerbiával. Németország valóban az egyik legjelentősebb gazdasági és politikai partnerország a Szerbiának. Gazdasági értelemben messze a legjelentősebb. Politikai értelemben pedig egyike a fontos országoknak. Mondhatjuk, hogy Németország egyike a legbefolyásosabb uniós tagországoknak, és nem csak az EU-ban befolyásos, világviszonylatban is. Még ha nem is értünk egyet minden politikai témában, akkor is őszinték kívánunk maradni, elkötelezett partnerei vagyunk Németországnak. Meg szeretném köszönni Angela Merkel kancellárasszonynak asszonynak mindazt, amit nem csak Szerbiáért, hanem az egész Nyugat-Balkánért tett. Németország Szerbia legfontosabb és legnagyobb beruházási partnere nem csak a nagy német vállalatokkal, egyre inkább a kis és közepes német cégekkel is kapcsolatban áll a szerb gazdaság, mondta a berlini látogatásakor Anna Brnabic kormányfő. Több mint 400 német cég van jelen Szerbiában. Ezek körülbelül 60 ezer embert foglalkoztatnak. Örülök, hogy az első találkozóm az itteni kis és közepes vállalkozások egyesületének elnökével, Mario Ohovennel volt. Ő egyben az Európai Kis és Közepes Vállalatok Egyesületének elnöke is, a világszervezetüknek pedig az alelnöke. A Német Egyesületnek mintegy 270 ezer tagja van. Ezek a cégek körülbelül 9 millió embernek adnak munkát. Magának az Egyesületnek pedig 300 irodája van egész Németország területén. Ez mind azt mutatja, milyen nagy erejük is van, és hogy mennyire meghatározzák a német gazdaságot és a német fejlődést. A szerb miniszterelnök szerint a német cégek fantáziát, potenciális beruházási lehetőséget látnak Szerbiában. Ezt a német kis és közepes vállalkozások egyesületének vezetője is megerősítette. Örülök annak, hogy hallottam, mennyi minden tudnak Szerbiáról, a gazdaságunkról, az elmúlt öt évben megvalósított reformokról, és arról, hogy milyen jó eredményei vannak mostanra mindennek. Azt hallottam tőlük, hogy a német cégek Szerbiában elégedettek. Készítettek egy felmérést, és e szerint a Szerbiában működő német vállalatok több mint 80 a újra befektetett az országban, és most is terveznek néhányan bővítést. A berlini látogatáson a szerb kormányfő mellett a szerbiai gazdasági kamara elnöke is részt vett. Márko konkrét gazdasági együttműködési lehetőségekről tárgyalt a német vállalkozókkal. A cél az, hogy ne csak a nagyobb német vállalatok, hanem a kisebbek is találjanak fantáziát Szerbiában. A nagyvállalatok után, amelyek az elmúlt 5-től 7 évben jöttek Szerbiába, és amelyek ma 60 ezer embert alkalmaznak nálunk, egyre nagyobb az érdeklődés a német kis és közepes vállalkozások körében irántunk. Nekik először még valamennyi idő kell, hogy lássák stabile a gazdasági helyzet, Kedvező az üzleti környezet, és van-e lehetőségük keresni, jövedelemre szertenni, hogy eldönthessék, beruházzanak-e Szerbiában. Meg akarjuk mutatni, mi mindent lehet konkrétan csinálni nálunk. Üzleti és tanulmányutakat szervezünk majd a számukra, hogy láthassák, mi az, amivel Szerbiában foglalkozni lehet. Mire van lehetőség. A legjobb, ha a helyszínen szereznek tapasztalatokat az országról, hogy mit is lehet nálunk csinálni. Már a jövő év elején szeretnénk szervezni egy utat a német cégek, Küldöttsége számára Szerbiába. A szerbiai és a német gazdasági kamara hosszú évek óta együttműködik. Közös gazdasági fórumokat tartanak, és egymás rendezvényeit rendszeresen látogatják. A mostani berlini látogatáson kiderült, hogy a németországi kis és közepes vállalatok hallottak a Szerbiával kapcsolatos jó tapasztalatokról, de még többet szeretnének megtudni az országról. A Kamara által szervezett utak a német cégvezetők számára pontosan ezt a célt szolgálják majd. A német érdeklődők amellett, hogy személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki, megismerhetik a konkrét adó- és más kedvezményeket, amelyekkel Szerbia ide akarja vonzani a külföldi beruházókat.